Good evening. Join me. This is Drug Report Der News. Promised life. Drug Report Der News. Love and hope and trust and confidence. Tonight, there's something special to talk about. So, won't you join us? Jó estét, én Sárosi Péter vagyok. Ez itt a Drug Reporter híradó, hírek és érdekességek a drogpolitika világából. Connecticut legalizálta a kannabiszt. Connecticut állam a múlt héten az USA 19. államaként legalizálta a kannabisz rekreációs felhasználását, ezzel csak ebben az egy évben a negyedik ilyen állammá vált. A reform valószínűleg további államokat fog hasonló döntésre inspirálni, ebben a sűrűn rakott légióban, illetve a legális kannabiszipar konszolidációját is elősegítik szövetségi szinten. Az USA lakosságának több mint fele támogatja a fű legális tételét. Az új törvény alapján a 21 évnél idősebb felnőttek 1,5 uncia, azaz körülbelül 42,5 gram kannabiszt tarthatnak maguknál legálisan július 1-től kezdődően. Ami a forgalmazás szabályozását illeti, azt 2022 májusára fogják kidolgozni a hatóságok. Connecticut a becslések szerint közel 500 millió dollár bevételre számíthat a legális kannabisz forgalmazásából egy évben. Németország. A kannabisz legalizálása választási kampány témává vált. A Szabad Demokraták pártja, az FDP, e hónapban bejelentette, hogy támogatja a kannabisz felnőttek számára történő forgalmazásának legálissá tételét ellenőrzött körülmények között. A piacpárti FDP ezen kívül gazdasági sikertermékké kívánja tenni a német kendert, amely gyógyászati és egyéb célból lehet majd exportálni a világ más országaiba. Számolt be a Deutsche Welle. A zöld párt, a baloldal, a szociáldemokraták mind egyet értenek abban, hogy a tiltó drogpolitika ideje lejárt, és alternatívákat kell keresni. A jelenleg hatalmon lévő konzervatívok jóval kevésbé egységesek a kérdésben. Amennyiben az őszi választás után a baloldali pártok alakíthatnak kormánykoalíciót, várható, hogy megreformálják a szövetségi drogtörvényt is. Először támogatja az ártalomcsökkentést az USA szövetségi kormánya. Az Egyesült Államok kormánya, a Biden adminisztráció most először jelentette be, hogy a jövő évi költségvetésében támogatni fogja az ártalomcsökkentő programokat, számolt be a New York Times. Az amerikai segélytörvény, az American Rescue Act-ot márciusban fogadta el a kongresszus, ezt teszi lehetővé, hogy közel 30 millió dollár összeggel támogassák a tűcseréket és egyéb ártalomcsökkentő programokat Amerikában. Ez a pénz amerikai viszonylatban nem túl nagy, azonban fontos lépés ahhoz képest, hogy korábban törvény tiltotta a tűcsere programok szövetségi támogatását. Az EU drogmonitorozó ügynöksége kiadta éves jelentését. Június 9-én az EU drogmonitorozó ügynöksége, a lisszaboni székhelyű IMCDDA megjelentette az európai drogjelentését, amely a 2020-as trendekről és fejleményekről számol be. A jelentés szerint a Covid-válság ellenére a kannabisz és a szintetikus szerek termelése és forgalmazása stabil maradt Európában. És a drogpiac egyre változatosabbá és egyre rugalmasabbá, alkalmazkodóbbá válik a globalizáció és a technológiai fejlődés következtében, jelentette ki Alexis Godzel, az IMCDDA igazgatója. A jelentés szerint különös aggodalomra ad okot a benzodiazepin típusú nyugtatók fekete piacának növekedése Európában. 50 éves a drogellenes háború az USA-ban. Idén júniusban lesz 50 éve, hogy Richard Nixon amerikai elnök meghirdette a drogellenes háborút az USA-ban, írja Nathaniel Lee a CNBC oldalán. Ez a kampány alapvető változásokat eredményezett az Egyesült Államok gazdaságában, társadalmában, a bebörtönzöttek számának meredek növekedését eredményezte. Eközben a drogfogyasztás nem csökkent jelentősen, az elmúlt években ismét növekedésnek indult. Legújabb vizsgálatok szerint a 12 évesnél idősebb amerikai 13%-a fogyasztott illegális szert. Ha a cél a drogfogyasztás visszaszorítása volt, akkor a szigorú drogpolitika nem érte el a célját, fogalmaz a szerző. A kanadai kormány kiterjeszti a drogfelíró programjait.
A kanadai egészségügyi miniszter Patty Hajdú bejelentette, hogy 1 millió kanadai dollár értékben támogatja azt a programot, ami segít biztonságosabb, ellenőrzött gyógyszerekkel helyettesíteni az illegális utcai szerek, különösen az ópiátok fogyasztását drogfüggők esetében. Ezek a programok ugyanis a tudományos kutatások szerint eredményesnek bizonyultak abban, hogy megelőzzék például a túladagolási haláleseteket. A kormány szándékai szerint ezekkel a programokkal is csökkenteni lehet a drog túladagolásos halálesetek számát, amelyek idén ismét tragikusan magasra nőttek. Köszönjük, hogy néztétek a Drug Reporter híradót, amelyben tetszett az adás. Támogassátok a Drug Reportert, ez egy non-profit szervezet, szükségünk van a támogatásotokra. Köszönjük, sziasztok! Thank you for joining us. What we've been able to achieve has been done with your help. Now we go on to the next stop. Making a final commitment. Now we need your support again. Support Drug and Report Air News. Today,